próbálja meg kiszárt karral, úgyhogy könnyebb megtartani az egyensúlyt. Na. Hogy jutott eszébe ez az egész? Mármint ilyen öregen. Tudod ki az öreg? Jó verseny. Ez egy másik szint. Ez egy nemzetközi verseny. Miért pont most? Andra! Lehet, hogy nektek volt igazatok, és én egy szalad. Mivel kell úgy elindulni? Hát ez az utolsó esélyem. Vendégünk Angyalosi Eszter és Szőke Dániel. Sziasztok! 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 Eszter, hát hogy csöppentél te bele ebbe a longboardos szubkultúrába? Mi fogott meg ebben? Vagy mikor találkoztál ezzel? Az az igazság, hogy elég hasonló a történetem a filmünknek a felnőtt főhőséhez. Nekem is egy olyan egy bizonyos értelemben illet közepi válságként jelentkezett. Mert igen, hogy az ember így 35 elmúlik, elkezdett közeledni a 40-hez, és akkor úgy néha, tehát hogy előfordul, hogy elkezdesz gondolkodni azon, hogy kihagytál-e valami olyasmit, amit nagyon szerettél volna kipróbálni, van-e valami, amit megbántál vele, amit másképp kellene, és hogy nekem a deszka, mint olyan, annak különböző formáiban az egy vágyam volt. Bevallom őszintén, nekem a szörfözéssel kezdődött, tehát hogy a midlife crisis az először egy szörfre rakott rá, csak aztán úgy megkezdett zavarni, hogy évente egyszer jutok óceánhoz, és az nagyon Jég, ugye egyszerűbbnek tűnt, hogyha longboardozol. Hát és akkor elkezdtem keresni, hogy tudok-e valami hasonlót csinálni, amit itthon is lehet. De akkor meg is találtad. És így lett a longboard. Kíváncsi lennék, Dani, hogy te mit szóltál ehhez? Szóval egy dolog, hogy a feleséget talált magának egy új hobbit, aztán ráadásul még filmet is szeretne forgatni ebben a témában. Hát nekem például semmilyen közöm nincs a deszkához, meg a szörfhöz se, hiszen úszni se nagyon tudok. Tehát, hogy, de én mindig ámulattal néztem, amit csinál. Tehát, hogy nekem nagyon tetszik, hogy ő így próbálkozik, és csinálja ezeket most a vagány dolgokat. Belevetettétek magatokat a mély vízbe, ugyanis volt egy időszak, hogy kerestétek, hogy ki lenne a megfelelő rendező erre a rövidfilmre, aztán végül is úgy döntöttetek, hogy megcsináljátok ezt magatok. Hát ugye, tehát mi már próbálkoztunk előtte, csináltunk hány videóklipet? Három klipet, ez nálunk ilyen családi hobbi, családépítés jelleggel mi videóklipeket rendezünk együtt, és innen jött az ötlet, főleg azért, mert annyira személyes a fiam, és nagyon szerettünk volna olyan emberrel dolgozni, aki tényleg azt akarja elmondani ezzel a történettel, amit mi. És nem nagyon találtunk senkit. Kicsit kevés, azt hiszem, voltatok a legalkalmasabbak. A longboardozó rendező, az kevés. Kevés ebben a szakmában. Tényleg térjünk rá a sztorira. Igen, hogy ugye nagyjából Ádám elmondta, hogy miről szól a film, ez így a sztori, de igen, hogy mik a mélyebb rétegek. Igen, hogy egy 50-es férfi longboardozni akar, pontosan a mélyebb rétegek. Ne haragudj. Beszéljön a forgatókönyvírója. Számomra ez a film arról szól, hogy nagyon-nagyon nehéz szerintem, nem csak manapság, ez amikor én voltam gyerek, vagy én voltam tini, akkor is így volt, hogy nagyon nehéz kapcsolódni, kommunikálni, néha még a legközelebb közelebbi családtagjainkkal is. Nagyon nehéz megtalálni a módját, hogy hogyan fejezzük ki az érzelmeinket, és hogy ezért nagyon sokszor, nagyon sok ember borzasztóan magányosan érzi magát, elszigetelve. És szerintem egy borzasztóan izgalmas dolog, hogy mondjuk a longboard dancing, de bármilyen szubkultúra, vagy bármilyen hobbi kapcsolatot teremt nagyon különböző emberek között. És tehát, hogy nagyon-nagyon közel tudja őket hozni, és egy ilyen kommunikációs csatornává válik. És ez a film, ez erről szól. Van két főszereplőnk, ugye a 50-es Dodink és a 18 éves Szandránk. Mind a ketten küzdenek egy bizonyos problémával az életükben. Ezt talán elárulhatjuk, hogy a főszereplő férfi azért szeretne megtanulni longboardozni, mert így próbál közelebb kerülni ezzel most lelőttem a poénet. Az egyetlen és legnagyobb fordulatot lőtted le, ami a filmben. Na hát, Edi, nagyon fontos volt az, és ha megtaláljátok a megfelelő de szereplőket ebben az alkotásban, hogyan akadtatok rájuk? Például kezdjük Robival, Kardos Robival. Hát volt,
volt egy rendes casting folyamat, igazából voltak. Ki az az 50-es férfi színész, aki tud longboardozni? Hát én ezt nagyon várom, hogy nem hallottam erről a castingról. Inkább az, hogy ki az az a férfi színész, aki hajlandó megtanulni longboardozni. Igen. Nem, egyébként az a helyzet, hogy a Robi nagyon lelkes volt, hogy ő határozottan meg akarta tanulni. Ő azt akarta, hogy amit a Dodi csinál a filmben, azt ő képes legyen megcsinálni. És hogy ment neki? Szerintem rettenetesen jó, szerintem nagyon jó a longboardon, ő a legelején nem így érezte. Hogy a casting után ugye elkezdtünk fölkészülni, egy pár hónapon keresztül velem gyakorolt, aki szintén azért nem vagyok a legjobb longboardos, de hogy próbálkoztunk abban, hogy az alapok meg legyenek, és hogy stabilan érezze magát a deszkán, és aztán meg a film előtt két héttel idejött a Axel Massin nevezetű longboard influencer szupersztár, akivel egyébként a filmben is dolgoztunk, ő is felbukkan benne. Igen, de ott vannak a magyar fiatalok is, például Györkös Csenge. És hogy találtátok? Dani, én valahogy egy versenyre is elmentetek, sőt már előtte beleírtátok őt a történetbe, mielőtt felkértétek volna. Az Eszter követte őt. Az igazság, hogy én is Instán láttam a Csengét először, és hogy amikor írtam a sztorit, akkor a Szandrára ő volt a fejembe. Uh-huh. Tehát konkrétan a Csenge volt a fejembe, úgyhogy ha nemet mondott volna, akkor nagyon nagy bajba lettünk volna. De szerencsére nem mondott nemet. Igen, és elmentünk Veszprémbe, volt nekik valamilyen, Veszprém volt, ugye? Egy ilyen kis versenyük kint a placon, és amikor oda mentünk a Csengéhez, bemutatkoztunk neki, és így elmondtuk, hogy akkor lenne ez, akkor azt hiszem, hogy ő ilyen nagyon lelkesen azt mondta, hogy igen. Igen, tényleg tehát, olyan hogy volt, mint hogyha várta volna. Igen, nagyon ilyen sorsszerű volt az egész. Kikhez szeretnétek szólni ezzel a filmmel? Tehát eredetileg az volt az elképzelésünk, hogy családi film, tehát uh-huh. hogy minden korosztály meg tudja találni benne. Pont azért is van, hogy párhuzamosan van egy felnőtt és egy tini főszereplőnk, tehát hogy tényleg ugyanazzal a problémával, de szerintem teljesen különböző korosztályokat lehet megszólítani. Csak aztán mi is meglepődtünk azon, hogy azért a tini közönség reagál a filmre igazából. Azt még gyorsan megkérdezni, hogy mennyire kaptatok rá a filmezés ízére, szóval várható esetleg a jövőben egy újabb alkotás? Egy longboardos film, én nagyon szívesen castingolok erre. Hát mind a ketten folyamatosan filmezünk, de igazából az, hogy létrehozzunk újabb saját alkotást, az abszolút benne van a pakliban, tehát hogy szeretnénk, igen. Köszi szépen, hogy jöttetek, és várunk vissza egy újabb alkotással. Köszönjük szépen.